Ezek rendkívül speciális kezelésmódot igényelő érzékeny szállítmányok, amelyek szállítása során különböző tényezőkre kell odafigyelni. Ilyenek kiemelkedőképpen ugye a szállítási hőmérséklet, megfelelő higiéniai körülmények, illetve az egyes árufajtáknak a megfelelő elkülönítése. Az élelmiszerek biztonságos szállítására és tárolására vonatkozó követelményeket egy uniós kézikönyv tartalmazza, amely nem csak a fuvarozókra vonatkozik, hanem ugyanúgy vonatkozik a vendéglátósokra. Ez a kézikönyv rendelkezik olyan szállítmányozási feltételekről, mint például a raktér megfelelő hőmérséklete, illetve a megfelelő higiéniai körülmények. Példaként megemlíthető, hogy míg az általános hűtött termékek 0-5 fok között tárolandók, addig az egyes húsfélék 7 fokon kell, hogy tároljuk őket, illetve a belsőségeket 3 fokon kell tárolni. Külön követelményként van meghatározva az is például, hogy az eltérő eltarthatóságú termékeket is külön-külön szeparáltan kell tudni szállítani, mint például nyers zöldségek mellett nem lehet tejtermékeket szállítani, vagy pedig például a szárnyas húst is külön kell tárolni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ezeket a feltételeket a teljes ellátási lánc során biztosítani kell, nem csak a fuvarozás alatt az induló állomástól a célállomásig, hanem maga az átrakodás, illetve a raktározás során is teljesülni kell ezeknek a feltételeknek. A telematikai rendszerek segítségével a teljes szállítási folyamat során végig ellenőrizhetők azok a körülmények, amelyeket előírez az uniós kézikönyv. Ugyanis nagyon sokszor fordulhatnak elő olyan problémák, amikor például nem megfelelő a raktérnek a hőmérséklete, vagy olyan esemény következik be, amelynek során a raktér ajtó kinyílik, és ez úgy szintén a rakomány minőségének a romlásához vezethet. Ilyen esetekben a telematikai rendszerek azonnal riasztási jelzést tudnak küldeni, amelynek következtében megtörténhetnek a megfelelő ellenintézkedések, amelyek biztosítják ennek a változásnak a megszűnését. Éppen ennek köszönhetően ma már egyre gyakoribb az, hogy a fuvarozók alkalmazzák a telematikai rendszereket. Az egyes élelmiszer áruházláncok pedig különösképpen elő is írják ilyen rendszerek meglétét, hiszen ezzel igazolható az, hogy a teljes szállítás folyamán megfelelő volt például az adott raktérnek a hőmérséklete, és ezáltal szavatolhatják a vásárlóik számára azt, hogy a pultokra kikerülő termékek megfelelő minőségben jutnak el hozzájuk.